A zsidó közösség nagy része a főképpen kulturális vonatkozásban éli meg a zsidó identitását. Ami azt jelenti, hogy a jelentősebb zsidó ünnepekről megemlékezik, de a mindennapokban nem gyakorolja a vallását, nem jár közösségben, nem imádkozik zsinagógában. Ezeknek a száma, hál' Istennek, az utóbbi években átalakul, és egyre többen fedezik fel maguknak újra a zsidóság volt, mint alapidentitást, ami ragaszkodik a Tórához, ami ragaszkodik a zsidó élet mindennapi megéléséhez, ami ragaszkodik az ünnepekhez, és általában a vallásgyakorlásnak különböző felületeit és szinteleit is megéli. Ezeknek a száma nő az utóbbi időben, de ez még mindig kevés. Sajnos nagyon sokan vannak olyanok, akik akár családi trauma miatt, akár a történelmi megrázkódtatások okán, de próbálják magukat is láthatatlanná tenni a zsidó közösség számára, és nem mutatni a zsidó identitásukat a többségi társadalomban. Ugye ezek a személyes érzések, ezek nagyon fontosak, sajnos nagyon nehezen mérhető abból a szempontból, hogy milyen elkötelezettsége és valójában milyen valós identitás áll az ilyen hozzáállás mögött. Reményeim szerint, és a tapasztalatok is ezt mutatják ez idáig, akkor, amikor egy zsidó közösség megmutatja magát, akkor, amikor egy zsidó közösség megéli a zsidó identitását a vallásában is, és a vallás gyakorlásában is, az sokkal több erőt ad számára, az nem gyengíti, hanem erősíti a zsidó közösség összetartozását, és azt is kell mondjam, hogy egyfajta elismerést is kivált ez a többségi társadalom részéről.